Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, kedves érdeklődők, régi és új ismerőseink, tagjaink. Ruzsa Viktor vagyok, a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete közösségi civil szervezője. Miután az idén először tartunk online klubot a Kispesti Lámpás Klub Facebook oldalán, ezért kérem, hogy engedjétek meg, hogy mindannyiótoknak eredményes boldog új évet kívánjak. Január 4-e a Braille írás világnapja. Louis Braille 1809 és 1852 között élt kántor tanító születésének évfordulója ez, ugyanis Louis Braille dolgozta ki tulajdonképpen a Braille írás rendszerét pontírás segítségével. A Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesületének elnöke Nemes Nagy Tünde szívén viseli munkatársaival együtt a Braille kultúra népszerűsítését, hogy annak ellenére, hogy betört a digitális technológia, és most már a 21. században vagyunk, ugye jócskán, ne vesszen ki a Braille írás a köztudatból. Kedves Tünde, köszöntelek nagy szeretettel. Kedves Viktor, én is köszönöm a meghívást. Azon dolgozunk az egyesület munkatársaival, valamint az MBGOS elnöksége mellett működő Braille bizottság tagjai és jelenlegi elnökeként, hogy megőrizzük Louis Braille ránk hagyott örökségét, a Braille kultúrát ápoljuk, hiszen ebben az évben 215 éves lenne a mi Lajosunk Louis Braille, akinek a nevéhez köthető tulajdonképpen a Braille írás, és nekünk az a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy igenis össze lehet kombinálni a digitális kompetenciákat, a digitális eszközöket, valamint a Braille írást és az olvasást, és meg kell őriznünk a Braille írás olvasásnak a létjogosultságát, hiszen rengeteg helyen van szerepe ennek a tapintható írásnak. Te hogy látod, hogy mennyire népszerű mostanában a Braille írás, akár a látók körében is, akik lehet, hogy olvasni nem tudják, de tudnak arról, hogy mi célt szolgál? A látó emberek tulajdonképpen tudják azt, hogy van egy látássérültek által tapintva újbeggyel, kézzel történő olvasási lehetőség. Például a társadalmi közéletben a gyógyszeres dobozokon Magyarországon forgalomba került és engedélyezett gyógyszeres dobozokon kötelező a Braille írást 2005 óta feltüntetni. Tehát ha máshonnan nem, akkor a látó emberek innen tudják, hogy ez egy óriási segítség nekünk látássérülteknek. Bieber Mária, az Együttlátók Alapítvány elnöke, illetve az általam vezetett Braille Bizottság tagja írt egy könyvet, ami pont azt a célt szolgálja, hogy a látó emberek, a pedagógusok és minden látó ember, akit érdekel ez az alternatív kommunikációs rendszer, ez a Braille írás, ebből a könyvből maximálisan ezt el tudják sajátítani. Ennek a könyvnek az a címe, hogy bevezetés a Braille írás és olvasás rejtelmeibe, és a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége segédeszköz boltjában meg lehet vásárolni. A Braille írás az egy alternatív kommunikációs jelrendszer. Ezt a látássérült embereknek szerintem már gyerekkorban kötelező lenne elsajátítani, nem csak a vakok iskolájában, ahol ezt alapszinten tanítják, azoknak a gyerekeknek, akik oda járnak, a gyógypedagógus képzésben is megtanítják azoknak, akik tiflopedagógiára szakosodnak, ez a látássérültek gyógypedagógiája, illetve az elemi rehabilitációs központokban felnőtteknek is megtanítják, egyesületekben is tanítjuk ezt a kommunikációs jelrendszert, és szerintem azoknak a gyerekeknek is meg kellene tanulni, illetve a pedagógusoknak, akik az integrációban tanulnak, vagy tanítanak látássérült gyerekeket. Értem. Ti hogyan népszerűsítitek a Braille kultúrát? Én tudom, hogy a ti egyesületetek, tehát a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesület mindenféle Braille-jal kapcsolatos vetélkedőt rendez, a vers, illetve Braille maratontól kezdve a Braille olvasás versenyig, ugye, ami augusztusban van. Mivel várjátok a hozzátok fordulókat, a nevezőket, vagy egyáltalán csak az érdeklődőket? Nálunk vannak Braille írásban megjelenő kiadványok. A Szemezgető, ez egy ismeretgazdagító kiadvány, ennek én vagyok a szerkesztője,
Ez is megjelenik bráírásban két havonta, egy kiadványformában. Van a Fülbevaló, ez egy női magazin. Barkó Szabó Judit kolléganőm a szerkesztője, negyed évente jelenik meg, tehát egy évben 4 darab. És van még az Egészségker, ami egészségmegőrző kiadvány, ennek Gálné Imre Ibolya kolléganőm a szerkesztője, ebből is negyed évente érkezik egy a postaládába. Ezeket már 2009, 2010 és 2013 óta jelentetjük meg pontírásban, és hál' Istennek egyre többen rendelik meg ezeket a kiadványokat. Nem csak papíralapon tudjuk brányomtatással előállítani, saját brányomtatónk van erre a célra, hanem brájkijelzővel kompatibilis BRE formátumban is meg tudják rendelni a látássérültek. Idén január 31-ig tudnak előfizetni ezekre a kiadványokra. Aztán meghirdettük idén Magyar Csaba brájbizottsági tag ötlete alapján a Bráj Maratont, olyan címmel, hogy Bráj Maraton 2024, azért ez a címe, mert az általam képviselt egyesület ebben az évben 20. születésnapját ünnepli, és azért, mert hogy 24 órában szeretnénk megmutatni, hogy a bráírás fantasztikus, amikor olvastuk, és hogy igenis van létjogosultsága. Ennek a helyszínét az Alma Máterünk biztosítja, a Vakok Általános Iskolája, a program fővédnöke Somorjai Ágnes igazgatóasszony, az iskola jelenleg igazgatója. Június 15-én rendezzük meg, és már fogadunk rá jelentkezőket az elnok@vak1.hu e-mail címemen várom a jelentkezőket. Ezen a héten már, az első meghirdetett héten már 5 látássérült regisztrált, 15 percet kell folyamatosan olvasni, ez körülbelül 8000 karakter és 10 bráj oldal, teljesen mindegy, hogy mit olvas, ami neki kedves, bulvár tartalom az nem lehet, amit olvas. Olvashat papírra nyomtatott írásból, önmagáltal legépelt írásból, vagy pedig Braille kijelzőről. Több látássérülteket tömörítő egyesületnél van Braille nyomtatási lehetőség, ha jól tudom, nálatok is a VGKN-nél, nálunk is van, a Borsodai Egyesületnél, a Székesfehérvári Lárki Egyesületnél, Kecskeméten, az ottani egyesületnél, az országos szövetségnél, lehet, illetve az Együttlátók Alapítványnál is lehet brányomtatást kérni, jelzik, hogy Bráj Maraton, és akkor kinyomtatják a kollégák azt a szöveget, amit szeretne olvasni. Május 10-ig fogadjuk a jelentkezőket, és utána pedig kialakítjuk, hogyha meg lenne a 96 jelentkező, hiszen ha negyed órát olvas mindenki, akkor 96 jelentkező fogja a Braj maratont megvalósítani, hogy 24 órában Brajt olvasunk, és ha mondjuk jelentkezne 96 látássérült, akkor akár bekerülhetnénk a Nemzetközi Guinness Rekordok könyvébe is, hiszen a kutatásokat is végeztünk a kollégáimmal, dr. Csiki Nándor tolmács és Barkó Szabó Judit kolléganőm segítségével. Nemzetközi szinten még nem volt ilyen, hogy Braille maratont rendezett volna bármelyik vakügyi szervezet, hogy 24 órában Braille-ban olvastak volna látássérültek. A másik program, amit szeretnénk idén megvalósítani, ezt 2005 óta hagyományosan minden évben egy alkalommal, augusztusban országos brájolvasó versenyt szervezünk. Kezdetekben egy napos volt, aztán 2, és 2019-től 3 napos brájünnep kulturális hétvége néven fut, és ezen belül van az országos brájolvasó verseny. 2021-ben voltak a legtöbben, akkor közel 30 jelentkező volt. Mindig Szabolcsat már Bereg megyei írónak az alkotását olvassák, lehető kortárs szerző vagy ránk hagyott irodalmi érték. Még az idén nem választottuk ki, hogy ki lesz. Tavaly Eszterhai Katalin Szabolcsat már Bereg megyében született, de jelenleg napjainkban Kanadában élő író, ismertük meg a munkásságát, illetve egy regényének részletét.
Igen, hát azt fontos, azt tudom korábbi beszélgetésünkből, hogy nálatok ez az egy kritérium, ugye, hogy hazai, tehát tényleg hazai szűkebb kis hazátokból, Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből származzon az illető, még akkor is, hogyha most már nem ott él. Igen, tehát hogy itt szülessen, legyen valamilyen kötődés a Szabolcs-Szatmár Bereg megyéhez. Igen. És ezen kívül készültök még valami újdonsággal, azon kívül, hogy nyilván majd, amikor lesz a látássérült emberek segédeszköz konferenciája, reményeink szerint már ugye az MVGOS felújított székházában, akkor ott is lesztek, mert a leseken is mindig képviselteti magát az egyesület, ahogy az együttlátók is. Ezen kívül számíthatunk még valami újra, vagy ezek lesznek? Mivel 20 éves ebben az évben az egyesület, vannak olyan programok, amiket hagyományteremtő jelleggel megkezdtünk már az előző években, ilyen például a hangverseny, amikor magyar kedvenc dalaink, rockslágereink szövegét nem énekelni kell, hanem versbe foglalva elszavalni. Ebből tavaly volt az első programunk, és nagyon nagy sikere volt, és idén kérték a látássérültek, hogy ezt folytassuk. Aztán tavaly indítottuk el az akadálymentes koncertek szervezését, tavaly évben 2 akadálymentes koncertet szerveztünk, július 1-én az Ismerős Arcok zenekarral, szeptember 15-én pedig a Bikini Együttessel, audio narrátorral és jelnyelvi tolmáccsal, a Narra Dívák munkatársaival, Gazdik Kati volt az audio narrátor, Demeter Szabó Ildikó pedig a jelnyelvi tolmács, tehát teljes körűen akadálymentes koncerteket terveztünk a Barbanegrában. Idén szeretnénk ezt a projektet is, ennek azt a címet adtuk, hogy Hangolódj ránk. Szeretnénk tovább folytatni, nem csak a Barbanegrában, hanem más helyszíneket is szeretnénk felkeresni. Idén is szeretnénk a sport, szabadidősport tekintetében autóbuszos kirándulásokat szervezni. Ezeken általában Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élő tagjaink szoktak részt venni, hiszen tudni kell a mi egyesületünkről, hogy mi 2010 óta nyíregyházi székhellyel rendelkező országos civil szervezet vagyunk. Ebben az évben szeretnénk látássérültekkel kapcsolatos közéleti témákban podcasteket is készíteni, ez újdonság. Gyengéllátók részére a nagybetűs asztali naptárak és notes naptárak, braille naptárak mellett fali naptárban is gondolkodunk, úgyhogy vannak még ötleteink, működik továbbra is a telefotel információs vonalunk, nagyon-nagyon sok szolgáltatásunk van, hiszen úgy érezzük, hogy erre a látássérült embereknek igényük van. Tehát a braille kultúra mellett az egyéb kulturális területen is akkor aktív az egyesület, hát a Bikini Együttessel kapcsolatos élményben nekem is volt részem, hála jó Istennek, úgyhogy ezt tudom tanúsítani. Ez csak érdekességképpen így a beszélgetés végén elmondom, hogy amikor a pozitív visszajelzések érkeznek, ugye, hogy én azt pont nem láttam, de többen látták, hogy Dénagy Lajos, a Bikini Együttes énekese elsírta magát, ami hát az ember azt gondolna, hogy egy rocker az talán nem szokott nyilvánosság előtt sírni, de hát akkor ezek szerint mégiscsak, tehát valami nagyon meghatotta őt ezek szerint. Igen, tehát egy rockstar, aki 40 éve színpadon van, és látja, hogy az ő dalait valaki jelnyelven közvetíti a hallássérülteknek, hogy a látássérült tehát én vagyok a koncertszervező, és minden úgy van, ahogy megbeszéljük, és látássérült emberekkel fotózkodik, fehérbotos emberek vakvezető kutyával állnak a tömegben, és ugyanúgy szórakoznak, mint az a többi rajongó. Azt gondolom, hogy ez megható egy ember számára, és valamilyen érzelem nyilvánítás részéről is csak meg valósul, és nála ez így jött le, hogy a koncert végén a nyakamba borult, és teljesen el volt, meg volt hatódva azon, hogy közel 70 fogyatékossággal élő embernek énekelt.
Igen, nagyon szép gesztus volt ez a részükről, és hát természetesen a Barba Negra részéről is, és hát mindenki, aki az ügy mellé áll, a Norradivák csapatától is, Gazdikatéktől is, akik ugye szintén nagyon jó kapcsolatot tartanak fenn veletek. Sok mindenről lehetne még beszélgetni, a mai beszélgetésünk témája ugye a Braille kultúra volt elsősorban, mert hogy így szerettem volna megemlékezni Louis Braille-ról, aki nélkül nyilván szegényebbek lennénk, hiszen gyakorlatilag független attól, hogy ma már ugye van számítógép, és a Braille kultúrát is ugye össze lehet kötni a digitális technológiával, ugye a számítógépes Braille kijelzők segítségével, tényleg analfabéta lenne a látássérült és leginkább a vakember, aki még nagyítóval sem tud síkírású szöveget olvasni. Nagyon fontos szerintem azt, hogy már kiskorban látássérültként, aliglátóként, vakként megismerjük a pontírást, hiszen ezzel a magyar nyelv ismerete, a helyesírási ismeretünk, az írásképünk, nagyon fontos, hogy ez mind-mind fejlődjön, hiszen ha már megtanulunk gyerekkorban tanulni, akkor ez egészen pozitív irányba elvihet minket egészen felsőoktatásig, vagy akár a munkavégzésig. Nagyon szépen köszönöm Nemes Nagy Tündének, a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete elnökének, hogy itt volt velünk évindító online klubunkon. És hogyha Louis Braille szóba kerül januárban, mert hogy, mint említettük, január 4-én van Louis Braille születésnapja, akkor egy róla szóló hangoskönyvet ajánlok figyelmetekbe, így a mai klubunk végén. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Bodor Tibor hangoskönyvtárában található Jacob Street, Louis Braille a vakírás feltalálójának élete című hangoskönyve, melyet Bencsik Ildikó olvas fel. Nem egész 2 órás a mű, tehát egy délután alatt végig lehet hallgatni. Úgy is mondhatnám, hogy egy kellemes délutáni mese, ami valójában természetesen nem mese, inkább úgy mondanám, hogy meseszerű, ahogy Jacob Street leírja Louis Braille életét. Épp látóként született, és édesapja bőrdisztműves műhelyében baleset érte őt 3 éves korában. Az édesapja lószerszám készítéssel foglalkozott, Párizs mellett egy kis faluban éltek, miután közel voltak a francia fővároshoz, Louis Braille Párizsba került, és az ottani vakok intézetében kántor tanítóként tevékenykedett. Na de hogy, mit is csinált ő, hogyan is zajlott az ő meglehetősen rövid élete, nem árulom el. Jó szívvel ajánlom mindannyiótoknak ezt a hangoskönyvet. Ha beírjátok a keresőbe azt, hogy Braille, ugye Braille, így írjuk, akkor azonnal megtaláljátok ezt a hangoskönyvet. Nagyon szépen köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket, sok mindenről lehetne még beszélni, de hagyjunk meg valamit a következő alkalmakra is. Februárban is a szokott időben, tehát a hónap 3. szerdáján 14 órai kezdettel várlak titeket. Ez egész pontosan február 21-én lesz. Ruzsa Viktor vagyok, minden jót kívánok nektek. Sziasztok!